És akkor meg kéne menetek, hogy a fejhallgatók tegyünk a felükre, jó? És a mellett levő gombot tudják állítani azt a kívánt idegen nyelvet, a magyarra tettük. Az 5. században Attila alatt itt volt a hunok birodalmának központja. Székhelyét a Tiszántúl síkságán ütötte. A magyarok 7 törzse szövetségbe tömörült. A mondák szerint vérszerződést kötöttek. Árpád fejedelem vezetésével érkeztek a Kárpát-medencébe, Kelet-Európa déli részének sztyeppéjére. Szervezte az ország egyházmegyéit és kolostorokat létesített. Őt tekintjük a magyar keresztény állam megalapítója, Első Géza, akinek személyével egy igen nevezetes, a bizánci császártól kapott tárgy, az a zománc díszes korona függ össze, amelyet utóbb felsőpántokkal és kereszttel kiegészítve mindvégig a magyar királyok koronázására használtak. A tatárok eltávozása után az ország romokban hevett. Zsigmond halála után zavaros időszak kezdődött, amelynek legfontosabb problémája a török veszély erősödése volt. Ebben az időben választották kormányzóvá Hunyadi Jánost, aki legnagyobb Európa hírű győzelmét Nándorfehérvárnál, a mai Belgrádnál 1456-ban aratta a törökök felett. Mátyás király 32 évig tartó uralkodását a magyar történelmi tudat a középkori magyar állam fénypontjának, a nemzeti függetlenség mintaképének és a kultúra virágkorának tekinti. A 16. században két különösen hősiesen védekező végvári helyőrség vált híressé. Keleten az Egert 1552-ben megvédő Dobó István és társai, akik alig 2000-en katonák és a városi lakosság, a nőket és a gyerekeket is beleértve, 39 napi ostrom után visszavonulásra kényszerítették a sokszoros túlerőben lévő törökök seregét. A Habsburgoktól való elszakadás utolsó kísérletét II. Rákóczi Ferenc vezette. Szabadságharcának katonai bukása után fővezére 1711-ben békét kötött, a fejedelem pedig élete végéig emigrációba kényszerült. Az országgyűlésen folyó hosszú viták és harcok után 1848 tavaszán, amikor Franciaországból kiindulva forradalmak hulláma söpört végig Európán, március 15-én Pesten is kitört a forradalom. E korszak legnagyobb megrázkódtatása az 1920. június 1-én a Versailles Nagy Trianon kastélyban aláírt békeszerződés volt, amely véglegesítette az ország jelentős területeinek mintegy kétharmadának, köztük túlnyomó részt magyarok lakta vidékeknek, a szomszédos utódállamokhoz tartozását. 1999-től Magyarország a NATO tagja, 2004. május 1-től pedig az Európai Unió tagja is.